A székelyföldi Gordon tetőn Farkaslaka, Székely-Szentlélek és Bogár falva határában áll Kelet-Európa legmagasabb Krisztus ábrázolása, a Jézus szíve kilátó, eredeti nevén a fényt hozó Krisztus szobra. A kezdeményezés mögött egy bogárfalvi kisüzemből született, korszerű tejfeldolgozó cég áll, melynek termékei ismertek, közkedveltek Románia szerte. A cég tulajdonosai élükön a néhai magyar Árpáddal és Péter Jánossal első körben a bogárfalvi templom építéséhez kezdtek. A templom építésnek a gondolata megszületett már az első világháború előtt. Még a hely is ki volt jelölve. És azóta ugye jött a világháború, kicsi volt a falu és szegény, nem tudták felépíteni a templomot. Pontosan édesapáméknak a saját területük volt, úgyhogy a végén ide is adták ingyen a templomnak a helyét, és körülbelül 2000-ben indult el ez a gondolat, és 2003-ban már fel is épült a templom. Összefogás, közmunka, és szintén a tejgyárosoknak a segítségével úgy apránként kialakult minden. 2003. május 13-án volt a szentelése, mert a Fatimai Szűző tiszteletére épült, és ez a napja május 13. A kilátó megépítésének ötlete 2003-ban a bogárfalvi templom felavatásakor született meg Magyari Árpád vállalkozó, valamint Hajdú István, akkori gyergyószentmiklósi főesperes plébános kezdeményezésére. A kezdeményezők abban bíztak, hogy akárcsak Csíksomlyó, a Gordon tető is zarándok hely lesz. Mi nagyon vallásosan voltunk nevelkedve gyerekkorunkban. Szentléleken volt templom, és oda jártunk templomba. Annak ellenére, hogy abban a rendszerben, a kommunista rendszerben 9 órakor reggel iskolás korunkban foglalkozást tartottak azért, hogy ne menjünk templomba. De azért mi a napot úgy kezdtük, hogy reggel 8 órakor vagy 7 órakor elmentünk a templomba, és utána mentünk az iskolába foglalkozásra. Tehát nekünk kötelező módon minden vasárnap templomba kellett menni, tehát ilyen vallásos szellembe nevelkedtünk fel. A sokak által Play Krisztusnak gúnyolt kilátó Zavaszky Walter székelyudvarhelyi szobrászművész tervei alapján készült. Fölkeresett engem Magyari Árpád, és fölvitt a hegyre, nem mondott semmit, fölvitt a hegyre, és ott mondta ki, hogy szeretne egy kilátót, de ugyanakkor a kilátó legyen Krisztus alakzatú. Azzal ott hagyott, gondolkozzon. És eltelt közel másfél év, mire elkészült annyira terv, hogy bele tudjunk fogni a kivitelezésbe, tehát el tudjuk az első munkálatokat kezdeni. Kikerestük a legmagasabb fát, feltöltöttem egy színes szallagot, és messziről, tehát az egész kör határból lefotóztuk, és így kerestük meg azt a minimális méretet, amit legalább kellene kövessünk. A monumentális alkotást 2011. decemberében állították, de csak 2013. augusztus 17-én avatták fel, mert számos kritika érte kinézete, méretei és anyaga miatt. 2011-es év december 28-án felavatták, egy 20 fős csapat felavatta. Nem tudom, hogy ez egy érdekes dolog volt, hogy nem akarta elhagyni arról az évről az avatást, és ilyen titkosan felavatták ezt az építményt. Ugye Árpád meghalt 2012. decemberében, tehát ő már a hivatalos avatást nem tudta megérni. Annak idején a kezdeményezőket biztatta a Kossuth-díjas Makovecz Imre építész is, élete utolsó kápolna tervrajzát ajándékozta nekik. Nagyon sokan jöttek és támogattak, és lelki erőt adtak Árpádnak is. Többek között dr. Seregi János, állatorvos, aki barátja volt Makovecz Imre építész művésznek. És ő nyilván elmondta neki, hogy itt milyen csodát látott, hogy mi készül, és mikor ezt megtudta, hogy mi van itt, akkor ő válaszként egy tervet ajándékozott nekünk. Nagyon szeretném, hogyha mi hamar befejeznék végre. Csíkban is dolgoztunk, Szeredában, ahol egy nagyszerű pap megbízásából
Darvas Kozma megbízásából csináltuk meg a templomot. Nagyon ügyesen és nagyon jól szervezett építkezés volt. Téli idő volt. Körülbelül 4000 ember jött el. Azt, hogy Csíkban, ha egy katolikus templomot felszentelnek, és az emberek ott kint a havas cinteremben azt éneklik, hogy győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, akkor az ember nem csak azt hallja, hogy a csíkiak hogy tudnak énekelni, hanem akkor a Kárpát-medence magyarsága énekel. Ezt tudni kell. Az idős mester nagy szeretettel, megértéssel fogadta és lelkesítette a kezdeményezőket, nem érdekelte mások fanyalgása, ahogy a nő mondta, sorsközösséget vállal minden olyan üggyel, ami szereteten és szolidaritáson nyugszik. Kárpát-medencében mi magyarok, mi nem tudunk összefogni, mi nem tudunk nagyobb tömörülések lenni. Ugye engem megkerestek a bogárfalviak. Ők építettek egy kilátót, mindenki ellenük volt, de ők megépítették. Aztán csináltak egy keresztútat az aljába, és most ott a keresztút elején terveztek egy kápolnát, az alapkövet lerakták már vagy 5 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt. Makovec megtervezte a kápolnát, minden, és hát ők szeretnék megcsinálni. Hát én most önöket biztatom, hogy álljunk melléjük, és tényleg, ugye Csíksomlyó egy szentély. Hát miért ne tudnánk itt Udvarhely környékén is egy ilyen szentélyt csinálni? És tényleg nagy hátszél nélkül azért annyit elértek, hogy folyamatosan mennek ott fel az autók. Én vagy háromszor voltam fent, és mindig Bukarestből és Galacról, és mindenhonnan voltak parkírozó autók. Tehát én azt gondolom, hogy ez is lehetne egy olyan összefogás, fejezzük be, mert ők már nagyon sok mindent megtettek, ABC-t mondtak, de még messze van a W, tehát hogy segíjünk rajtuk, akár anyagiakkal is, meg hátszéllel is, meg mindennel, hogy tényleg ez a szentély létrejöjjön. Ez egy hitvallás, hogy mi nem a pusztulásba hiszünk, hanem Jézus Krisztusba, és ez szép dolog lenne, hogyha ezt a szentélyt tényleg tudnánk segíteni, hogy megvalósuljon. A kilátó ma már a környék jelképének számít, a helybéli emberek szeretik, hamar birtokukba vették, vendégeiket szívesen hozzák ide, esküvői fotózások, videózások kedvenc helyszíne lett. Végül a szobor kilátó körüli viták a tudatos PR-nél is hatékonyabbak voltak, így azok is kilátogatnak a Gordon tetőre, akik ellenezték. Volt több ember, aki negatív véleménnyel indult neki, miután kimentek, már pozitív vélemény lett. Tehát nekem ez jóles végzés volt. És remélem, hogy a legnagyobb ellenségeinek is előbb-utóbb megenyhül a szíve. Mert nem hiszem egy olyan helyen volna, hogyha nagyon ellenzi, akkor belebotlik, tehát egy olyan helyre van fölállítva. A 953 méteres tengerszint feletti magasságú Gordon tetőről a 22 méteres alkotásból belátni az egész Nyikó mentét és Hargitát.